alkalmasak vagyunk, úgymond, meg a tanfolyam tanúsítvány, hogy részt vettünk. Polgár Krisztina és Mária tavaly szeptemberben döntöttek, úgy örökbe fogadnak egy gyermeket. Ők már végére értek annak a 3/4 éves eljárásnak, ami egy gyermek törvényes adoptálásához szükséges. Mint stábunknak elmondták, ennek az időnek egy percét sem sajnálják. Kell nekünk is az az idő. Tehát, hogy felkészüljünk, hogy egyáltalán elfogadjuk, hogy beleéljük magunkat, hogy igen, innentől mi már szülők leszünk. Krisztináiknak az adminisztrációs terhek mellett át kellett esniük egy komoly pszichológiai és családi háttérvizsgálaton, valamint kötelezően el kellett végezniük egy felkészítő tanfolyamot. Ebben minden benne van, ami ott elhangzott. De az oktatás kitért a kiközösítés témájára, a gyermek bizonytalanságának kezelésére, és az örökbefogadás még számtalan egyéb fontos aspektusára. Örökbefogadott a mi családunk része, a mi gyerekünk, de ő más pocakjába született, viszont a mi szívünkbe. És sokan ezt a témát nem ismerik. A Központi Statisztikai Hivatal 2017-es adatai szerint Bács-Kiskun megyében 116 örökbefogadott gyermek volt, és 141 örökbefogadásra alkalmas személy vagy pár. Az örökbefogadók azonban főleg a 3 év alatti gyermekek családba fogadását vállalják, így lehetséges az, hogy csak 53 sikeres adoptálás volt abban az évben, ami ennek ellenére rekordnak számított. 2020-ban ez a szám tovább nőhet. Ezt kívánja ösztönözni a magyar kormány is, az erről szóló törvénytervezetet már a parlamenti bizottságok is tárgyalják. A cél, hogy a gyermekek jogairól szóló New York-i egyezmény alaptézéseit még inkább beépítsük a magyar jogrendszerbe, és még inkább tükrözze annak a szándékát. Az örökbefogadás előkészítését hatékonyabbá teszi, az örökbefogadók adminisztrációs terheit csökkenti, és az örökbefogadásban érintettek, tehát az örökbefogadó szülők, illetve a gyermekek jogbiztonságát növeli. A tervezett parlamenti elfogadása esetén egyszerűbb lesz az örökbefogadó szülők alkalmassági vizsgálata, az újonnan jelentkező örökbefogadni szándékozó szülőknek pedig már nem kötelező a 40 órás tanfolyam elvégzése. Novák Katalin család és ifjúságügyekért felelős államtitkár ezzel kapcsolatban újabb módosító indítványt nyújtott be, aminek értelmében a tanfolyam díját eltörölnék, így akik úgy döntenek elvégzik, azt ingyen tehetnék. A korábbi 6 helyet 3 hónap után örökbefogadható lesz az a gyermekvédelmi rendszerben nevelkedő gyermek, aki iránt egyáltalán nem érdeklődnek vér szerinti szülei. A rendszertelen kapcsolattartás esetén a korábbi 1 év helyett 8 hónap után vizsgálhatóvá válhat az örökbefogadás lehetősége. Az örökbefogadó szülők és a gyermekek között fennálló legnagyobb korkülönbséget 45-ről 50 évre emelnék. A törvénytervezet elfogadása esetén az örökbefogadás folyamata akár 9 hónapra is lecsökkenhet, ami jelentős előrelépés lenne a jelenlegi 3-4 évhez képest.